A 2010-ben 16. Benedek pápa idején boldoggá avatott Bogdánffy Szilárd püspökért szólt a harang vasárnap szülőfalujában, Feketetón. Egészen a közelmúltig majdnem feledésbe merült a vértanú emléke. Hajdú Sándor csókai plébános 2011-ben karolta fel a megemlékezés ügyét. Azóta minden évben Bogdánffy halálának október 2-ai évfordulójához legközelebb eső vasárnapján emlékeznek a falu szülöttjéről. Itt Feketetón élt ő, növekedett föl. Igaz, hogy itt is született. A csókai templomban van keresztelve, a csókai anyakönyvben van beírva a keresztelése, de itt volt a templom melletti épületben, volt, akkor még közös volt templom és iskola, köznapon iskola volt, vasárnap templom, és az édesapja volt a tanító, tehát így lakott, élt itt ebben a házban. Boldog Bogdánffy Szilárd az egykori Csanádi Egyházmegyén keresztül került Nagyváradra. Az egyházi vezetőket célzó üldöztetések áldozata lett Romániában. 1949. április 5-én az állambiztonsági szervek letartóztatták. 4 év alatt ítélet nélkül megjárta Románia több rettegett börtönét. Koncepciós perére 1953-ban került sor. 12 évnyi kényszermunkára ítélték. Bár védőinek sikerült elérnie az ítélet megsemmisítését, de a per újratárgyalására már nem került sor, mivel az elszenvedett kínzások és egy súlyos tüdőgyulladás következtében, amelyre nem kapott gyógyszert, a nagyegyedi börtönben 1953. október 2-án elhunyt. Bogdánffy Szilárd püspökben, vértanú püspökben egy olyan példát láthatunk magunk előtt, akinek üzenete van a mai világban és a mai világ számára is. Úgy, ahogyan látjuk, hogy a mai időkben sem könnyű kereszténynek megmaradni, nem könnyű megőrizni értékrendünket, ugye a keresztény értékrendünk, az identitásunkat, hitünket, és szükségünk van olyan támpontokra, amelyekre tudunk ugye hagyatkozni, vagy forrásokra, amiből tudunk meríteni, és az ő élete egy ilyen forrás, egy ilyen támpont. A Bogdánffy Szilárd emlékének szentelt szentmisére a Nagyváradi Egyházmegye képviselői mellett a környék számos plébánosa elzarándokolt a vértanú szülőfalujába.